Az elmúlt napok változékony időjárása hozott hideg és meleg frontot egyaránt. A hőmérséklet ingadozás azonban hatással van az emberi szervezetre. A dunaújvárosiak között van, aki nehezebben, de van, aki könnyebben éli meg az ismét beköszöntő kánikulai meleget. Júj, hát a picik nagyon, nagyon megérzik ezt az időjárást. Hát ugye most mozgásfejlődésben is van, így most nekünk ez fokozottan nem volt jó. Mondjuk az alvásával nincs probléma, de inkább az, hogy egy kicsit hisztisebb, ilyesmi. Hát nekem meg a fejfájás az ebbe az időbe. Nagyon nehezen. Tehát úgy van, hogy például ma kijövök, de akkor holnapra már olyan gyönge vagyok, és szédülékeny vagyok egyébként is, hogy ezt szédelgek egy kicsit, akkor már másnap a lábaim zsibbadnak nagyon a testem. Hát igen, a zsibbadás megmaradt, az hozom magammal. És van, hogy teljesen érzéketlenné válik az időjárás hatására. A szívemnél érzem nagyon, aztán még ezeket a problémákat, mert ugye a műtét ezen az oldalon volt, és állandóan bedagad a karom a melegtől. Na most ez fáj is ilyenkor, mert hát mivel nyirok problémám van, ilyenkor nyiroködéma van. És ott borogatom. Vizes ruhával túl vagyok rajta, a következő nap megint jövök, függetlenül attól, hogy hány fok meleg van. Hát nem valami jó hatása van rám, mert a vérnyomásom az egy kicsit ingadozik, szenvedek tőle, és védekeztem ellene, amennyire tudok, beszereltettem a klímát. Úgyhogy hogy így könnyebb elviselni napközben is, mert mire teljesen fölfor az ember, addigra hazaér, és el tud egy kicsit hűsölni. Nincsen nekem fejfájásom, csak hát nagyon sok betegségem volt is, meg van is, és hát vérnyomásra, meg agyim, sztókom volt, úgyhogy mindent megérzek, amilyen változás van, különösen éjszaka, ha vihar vagy valami jön, akkor már tudom, hogy na, mi van. A melegedésre fokozottan érzékenyek körében migrén, fejfájás jelentkezhet. Többen koncentrálási panaszokat tapasztalhatnak, emellett a fáradékonyság, figyelmetlenség is jellemző tünet lehet, az arra hajlamosaknál pedig enyhébb vérnyomás ingadozás is felléphet. Ilyenkor jellemzően csökken a páratartalom is, vagy éppen növekszik, tehát változás van. A krónikus betegségben szenvedők, tehát akik már amúgy is valamilyen egészségkárosodást hordoznak, illetve az egyébként sérülékenyek csoportok, idősek és a pici babák is érzékenyek jellemzően erre a frontra. Azonban nem kell ehhez betegnek lenni, előfordul, hogy halljuk többször is, hogy valaki frontérzékeny. Egyszerűen arról van szó, hogy a szervezete jobban reagál, erőteljesebben reagál ezekre a változásokra. Picit fáradékonyabbak vagyunk, figyelmetlenebbek vagyunk, ilyenkor ugye a közlekedésben is sokkal gondosabban kell eljárunk, és egymásra ügyelni, figyelni. A szakember tanácsa szerint a fronthatásokkal teli időszakokra többletmegterheléssel járó feladatokat ne tervezzünk. Fronthatás idején, akár délután is, vagy többször napjában a fizikai munkától tartózkodjanak, egy picit könnyebben, több pihenéssel, és főképpen sokkal több folyadékfogyasztással próbáljanak meg védekezni ezeken a napokon. A pici babákon is észleljük a nyugtalanságot, észlelhetjük. Ilyenkor több törődésre, szeretetre, ringatásra és sok folyadékpótlásra van szükség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban tetőzik a hőség, a hétvégén már 35-36 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk.